Sziasztok, Dominika vagyok, üdv újra itt a csatornámon. A mai videóban olyan könyveket hoztam, amiknek nem biztos, hogy olyan szépek a borítói, viszont nem tükrözik a belsőt, tehát történetügyileg nagyon is jó könyvekről van szó. Álltam a könyves polcomnál, és ahogy nézegettem a kedvenc könyveimet, illetve azokat a könyveket, amik nekem tetszettek, rájöttem arra, hogy nagyon sok olyan könyv van, aminek nagyon nem tetszik a borítója, tehát csúnya borítóként bélyegezném, viszont a történetük ugyanakkor nagyon is tartalmas és nagyon is jó. És úgy gondoltam, hogy megcsinálom ezt a verziót, és majd később, az elkövetkezendő hetekben pedig megcsinálom az ellentetjét, az pedig, hogy szép borítójú könyvek, viszont a belseje az viszont nem biztos, hogy annyira jó. De kezdjük bele akkor először is a csúnya borítós könyvekbe, nem így fogalmaznék teljesen, bár van egy-kettő, aminek tényleg csúnya szerintem a borítója. De kezdeném az egyikkel, ami nem más, mint a Füst és csontlány a Léni Taylortól. Nézzétek meg ezt a könyvet. Nyilván ez ízlések és pofonok, mindenkinek más az ízlése. Viszont ez tipikusan szerintem annak a példája, hogy nem egy szép borítóról van szó, annak ellenére, hogy a kis maszk rész itt elől egyébként csillog, a többi pedig matt, de szerintem ez nagyon-nagyon nem előnyös a történet szempontjából, hiszen ez egy annyira jó fantasy történet, legalábbis az első része nekem nagyon tetszett, a második az már annyira nem, hiszen egy trilógiáról van szó, annyira, de annyira jó a történet, és Prágában játszódik, egy ilyen nagyon sötét fantasyről van szó, és nagyon-nagyon tetszett, és ezért kedveltem meg egyébként Prágát, és ezért szeretném megnézni, ami egyébként tavasszal meg is fog történni, aminek nagyon örülök. Úgyhogy ez egy jó könyv, a borító már kevésbé. A következőre lehet, hogy sokan azt mondják, hogy ez egy szép könyvnek minősül, viszont én nem szeretem, és el is mondom, hogy miért. Ez a Csodák kora, így néz ki a borító, szépnek tűnhet, de számomra nem az. És ezt azért mondom, mert nagyon sokszor felhasználták már ezt a borítót, viszont más kötetekhez. Nagyon sokszor szembe jött velem, hogy azt hittem, hogy erről a könyvről van szó, de egyébként egy másik történet, egy teljesen másik szerző tollából, és ugyanez volt a képe. És emiatt nekem ez a könyv így borító ügyileg annyira nem tetszik, mert olyan érzése van, mintha tényleg ezt már annyiszor felhasználták, hogy olyan meh. Itt igazából a föld forgása elkezdett lassulni, és emiatt teljesen megváltozik a földön az embereknek az érzékelése, az állatok furcsán viselkednek, és hát ugye arról van szó, hogy a végén mindenki fog pusztulni a földön, és itt egy lányt követhetünk egyébként, tehát az ő szemszögén keresztül olvashatjuk a történetet, és nagyon-nagyon-nagyon tetszett. Emlékszem, hogy volt olyan rész, amit egy picit meg is könnyeztem, úgyhogy én nagyon-nagyon szeretem ezt a könyvet. A borító számomra, mondom, ezért felkerült ebbe a videóba, mert nem annyira jön be. Itt van az F, mint Kalapos Éva Veronikától, aminek hát mondanom se kell, szerintem nem a legjobb a borítója. A színválasztás az azt mondom, hogy egyébként ez egész szép, viszont az eleje számomra nem annyira jön be, mert olyan kicsit olyan olcsónak tűnik, vagy egy olyan történetnek, amit nem olvasnék el. Viszont így, hogy már olvastam, meg tudom azt állapítani, hogy ez egy nagyon jó könyv, és nekem felkerült tényleg a kedvenceim listájára, hogyha magyar szerzőkről van szó. Úgyhogy én Kalapos Éva Veronikától majd még szeretnék olvasni a jövőben, de elképesztő, hogy mennyire jól ír ez a magyar szerzőnk, és tényleg itt egy pesti, igazi valóságot olvashatunk. Ha esetleg nem olvastátok ezt a könyvet, akkor tényleg nagyon ajánlom, csak arra készüljetek, hogy azért ez egy elég sötét érzetű könyv, tehát nem a legpozitívabb. Na, a következő könyv a példája annak, ami miatt ez a videó elkészült, ugyanis ez volt az a könyv, amit nagyon nézegettem a polcomon, hogy hát egy csúnyácska. Ez a Komfortos Mennyország, szerintem olyan sokat nem is kell ehhez hozzáfűznöm, mert ez tényleg egy csúnya borító. Erre tényleg nem tudok mit mondani. Hogyha nem tudnám, hogy ez nem egy nagyon jó történet,
akkor szerintem nem hiszem, hogy elolvastam volna. Illetve a film is nagyon jó, tehát itt az az eset van, amikor nagyon jól megcsinálták a filmet, nagyon jó a könyv is, tökéletes kombó. Ez egy szívbemarkoló könyv, és minden szülő rémálma szerintem ez a történet, de mégis nagyon-nagyon fontos, és egy nagyon jó könyvről van szó. Egyik kedvenc szerzőm könyvsorozatát hoztam ide, ami nem más, mint a Wavered Pines trilógia Blake Crouch-tól. Ezeknek a könyveknek a védő borítója az kb. Mind ugyanúgy néz ki, csak hát más színű a kis betű rajta, illetve a gerincük is más. És hogyha leveszem egyébként róla a védő borítást, akkor így néz ki alul, ami egy picit talán azt mondom, hogy ez a jobbik eset, ezért is nem értem, hogy ez a védőborító miért került rá. Persze tudom, promotálni kell a sorozatot, hiszen megjelent belőle egy filmsorozat, de én akkor sem értek ezekkel együtt, mert mert általában az ilyen filmes borítós könyvek szerintem nem néznek ki olyan jól, én nem szeretem, hogyha emberek vannak egyébként a borítón, tehát azokat annyira nem csinálják meg jól, vagy úgy nem hasonlít a karakterre, vagy úgy nem úgy képzelem el, nem szeretem, hogyha emberek vannak a borítón, és ez pontosan az a példa egyébként, ami nem olyan jó. Viszont ezt a trilógiát szerintem 3 nap alatt olvastam el, vagy 4 annak idején, és egyszerűen elképesztő volt, nagyon-nagyon szerettem, úgyhogy ezt nektek is ajánlom, hogyha szeretnétek ilyen kisvárosi, nyomozós könyvet olvasni, sci-fi elemekkel, úgyhogy olvassátok el ezt is. Ez igazából tényleg egy ilyen kedvences videó ajánló is lehetne, mert olyan könyvek vannak itt, amiket én nagyon-nagyon szerettem. Ide tartozik Matt Haynek az Én és az emberek című könyve, amit szintén imádtam. Úristen, ezt a könyvet nagyon-nagyon-nagyon szerettem, és ezt egyébként újra is olvasnám, mert nagyon sok mindent adott nekem akkor első olvasáskor, és szerintem itt, hogy eltelt szerintem egy olyan 3 év, azért van mit kinyerni belőle újra. Úgyhogy megmutatom közelről, így néz ki. Hát, ez is lehetett volna jobb. A külföldi borítók 1000-szer jobbak. Én nekem így egy picit olyan gagyinak tűnik. Földön kívülit követhetünk, aki megöl egy professzort, aki feltalált egy olyan egyenletet, amivel az emberiség minden problémáját meg lehet oldani. Hát ennek a professzornak a képébe költözik bele, úgymond a földön kívüli, és úgy éli a kis emberes mindennapjait, és így alienként rájön arra, hogy milyenek is vagyunk mi emberek, és nagyon-nagyon jó ez a könyv. Tényleg nem tudom hangsúlyozni, hogy mennyire-mennyire jó volt. Megemlítenék még ide pár olyan könyvet, aminek a fizikális verziója nincsen nálam, tehát csak borítókat tudok ide helyezni mellém, viszont szintén úgy gondolom, hogy belsőleg nagyon-nagyon is érdemes elolvasni őket. Az első az Robert James Waller Madison megye hídjai, ez egy klasszikus romantikus történet, szerintem azt hiszem a 80-as évek végén íródott, vagy a 90-es évek elején, Meryl Streep főszereplésével egyébként készült egy film is belőle, amit én nagyon-nagyon szeretek, és édesanyukámnak ez az egyik kedvenc filmje, és én annak idején ezért olvastam el, tehát én ezt ismertem, ezt a történetet, de el is szerettem volna olvasni, úgyhogy borítóügyileg nekem egyáltalán nem tetszik, szintén megint filmes borítóról van szó, felesleges szerintem az ilyeneket erőltetni, persze tudom, promotálni kell őket. Aztán itt van még Niccolò Ammaniti, Én nem félek című könyve, ami láthatjátok, hogy egy sima, egyszerű, sárga borítós könyv. Én történetügyileg szerettem, egy olasz szerzőnek a könyvéről van szó, kicsit drámaibb, sőt nem is kicsit, nagyon-nagyon-nagyon tetszett, viszont borító mondanom sem kell, túlságosan egyszerű, és így nem kelti fel az emberek figyelmét, és ezért nem olvassák szerintem annyian, mint amennyinek kellene egyébként lennie. És az utolsó, amit feltettem ide a listámra, az Elizabeth Gaskell-től a Phyllis című könyv, amit nagyon régen olvastam, és még a könyvtárból hoztam ki, és nagyon-nagyon tetszett. Kicsit ilyen Downton Abbey vibe-ja van, de nagyon-nagyon-nagyon tetszett.
és hát mondanom se kell, a borítót itt is jobban meg lehetett volna szerintem oldani. Ez lett volna ez a csúnya borítós, de nem tükrözi a belsőt című videóm. Ezzel én csak azt akartam nektek megmutatni, hogy adjunk esélyt azoknak a könyveknek is, amiknek csúnya a borítójuk, mert tényleg a belső igazából a lényeg, nem pedig az, hogy mennyire szép egy könyv. Persze azért, hogyha az ember egy könyvesboltban nézelődik, és megakad a szeme egy-két szép könyvben, akkor abban sincsen semmi probléma. Ez lettem volna én, remélem tetszett ez a videó nektek, ha igen, akkor nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornámra. Megtaláltok mindenféle social media felületen, Facebookon, Mojon, Goodreadsen és Instagramon. Minden négy helyen Just a Bookie Soul néven vagyok fenn, és találkozunk a következő videómban is. Sziasztok!